estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit egy különleges helyszínről, innen Pázmándról, a Leventula Fesztiválról. Mutatjuk is, hogy mi történik. When you draw me the map, can you draw me the street view? You know I tend to get lost when I'm driving to meet you. A levenduláról szólt minden vasárnap Pázmándon. A virágzó pillangókkal teli mező sokakat vonzott. Levendula fesztiválra várták a népszerű növény szerelmeseit a boráriumban. Takács Luca már régóta várta, hogy szedhessen egy csokorra valót a lila virágból. Nem volt semmilyen családi programunk, és én már nagyon régóta szerettem volna levendulát szedni, de Tihanyba nem mindig jutottunk ugye el, és így most édesanyám látta ezt az interneten, és akkor úgy gondoltuk, hogy felkerekedünk, és végre szedhetek egy csokor levendulát. Mire fogod használni? Hát valószínűleg illatosításra, vagy a szekrénybe, vagy csak a folyósóra, vagy hát a szobámba, valószínűleg illatosításra, igen. Miért szereted egyébként a levendulát? Hát a kedvenc színem is a levendula lila. A szobám színe is, meg minden kiegészítőm általában lila. De talán azért, mert a nagymamámra emlékeztet, mert régen a régi házban mindig volt, és talán így az ő emlékére is. Meg hát így a családunkban mindenki szereti a levendulát. Horváth Tünde ajándékokat készít majd a szedett levendulából. Facebookon találtam igazából a programot, és nagyon szép a hely. Imádom a levendulát, úgyhogy ennyiből gondoltuk, hogy egy jó kis vasárnapi program, főleg ilyen jó időben. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jó. Minden nagyon szép és hangulatos. És ugye te is lelkesen szeded a levendulát. Mire fogod használni? Hát valószínű, hogy ilyen kis levendulatasagok fognak készülni ajándék céljából. Vagy levendulakoszorú. Ilyesmi. Miért szereted egyébként a levendulát? Nagyon jó az illata, gyógyhatása is, hangulatos. Fotósorok a levendulásban, levendulás ételek és italok, kézműves portékák, és persze szüret, ez várta a Pázmándra érkezőket. Amit még 3 évvel ezelőtt ültettünk, levendulát az idei évre gyönyörű képét mutatja. És hát úgy néz ki, hogy akik eljöttek és akik ide érkeztek, azok kedvükre tudtak szedni kis gyűjtőzacskóba levendulát. Azon kívül volt a levendula mezőnk, vagy levendula földünk, levendulásunk közepén egy kreatív kis rész, ahol lehetett családi vagy baráti fotózáson részt venni, egy profi fotósunk közreműködésével. Illetve a mai napra néhány olyan étellel is készültünk, amiben a levendula megtalálható. És hát természetesen megvásárolhatóak voltak, mint ahogy egész hétvége, vagy minden nyitvatartási napon is megvásárolhatóak a Pipere Panni által készített levendula készítmények, mint szappan, seakrém, masszázsolaj, meg nem is tudom, még mi minden. Mielőtt ezekre rátérnénk, és az ételekre visszakanyarodnánk, azok azért érdekelnek engem. Érdekelne az is, hogy miért vágtatok bele 3 évvel ezelőtt ebbe a levendulásba? Az alapkoncepció az volt, hogy mert számunkra egy nagyon kedves növény. Nagyon szeretjük, és tudtuk, hogy nagyon sok oldalú növény. Ráadásul feleségem most már talán 4 éve, vagy de 3 éve biztos, hogy foglalkozik ugye krémekkel, szappanokkal, melyek egy része levendula hozzáadása, vagy levendula alapként szolgál ez a virág, és hát minden legyen saját termesztésű levendulánk. És nem utolsó sorban ez a domboldal nekünk egy ilyen vad, gazos, tarackos rész volt. Most még a szemnek is szép, és nem csak akkor, amikor virágzik, hanem amikor ez a kicsit ezüstös, zöldes színben pompázik a maga virág nélküli bokor, az is szépen öltözteti ezt a domboldalt. Mondtad, hogy számotokra kedves és hasznos növény a levendula, de mitől válik olyan kedves és miért hasznos tulajdonképpen a levendula?
stresszes napok és körülmények alkalmával akár egy levendula illatot, tehát egy levendula zsákot szagolgatni, vagy megfáradt testrészt levendulás seakrémmel bekenni, az mindenféleképp üdítő és frissítő hatású. De ugye a levendulát akár szárított formában teaként is lehet fogyasztani. Mojírtásra, tehát molyok távol tartására, szekrényeknek, a ruhászekrényeknek a jobb illatosabb bátételében is nagyon-nagyon hasznos. A frissítő testpermetként lehet a levendula vizet használni nyárvíz idején. És említetted, hogy levendulás ételekkel is készültetek. Ezekről egy kicsit, hogyha mesélnél nekünk. A mai nappal debütált az új étlapunk, mely két részből állt. Egyszer a klasszikusokat meghagytuk, a kenyértésztában sült füstölcsülök, oldalas velesült burgonyával, strapacska, vaddisznópörkölt, jutúros galuskával, és elindult egy ilyen modernebb vonal, és itt megtalálható például a rozé kacsamell, levendulás hagymalekvárral, vagy a mai nap lehetett kóstolni almás pitét levendulás belga csokoládéöntettel. Not a phantom a ghost when the journey seems too long to take. I promise you. Pázmándról mindenki jól lakva, egy nagy csokor levendulával és élményekkel teli térhetett haza, de aki lemaradt erről a szüretről, ne csüggedjen, több nagy levendulás is van a Dunántúlon. Például a tihanyi, a köröshegyi, esetleg a pannonhalmi levendulást még van idő felkeresni. Csiki Anna párkapcsolati terapeuta kineziológus tartott előadást Székesfehérváron, a válás vagy a szakítás utáni hatásos újrakezdésről beszélt az érdeklődőknek. Elengedés és önismeret, tudatosság útján keresztül vezető újrakezdés, de vajon hogyan éljük meg mindezt és hogyan cselekedjünk, hogy ez kevésbé okozzon fájdalmat nekünk és társunknak? Hogyan építkezzünk tovább lelkileg és szellemileg? Miként próbáljuk meg a közös utat újra együtt? Ezekre kaphattak választ azok, akik a hatásos újrakezdés, avagy a párkapcsolati problémák megoldásáról szóló előadásra látogattak a Szent István Művelődési Házba. A téma mindenképpen a párkapcsolat. Kérdéseket ölelte fel. Az előadás sorozat azzal kezdődött, hogy milyenek vagyunk, amikor magányosak vagyunk, társat keresünk éppen, milyen a társkeresés, milyen módozatai vannak, ki hogy keresi a társát, vagy kell egyáltalán keresnünk a társunkat, vagy inkább felkészíteni magunkat arra, hogy egy megfelelő párkapcsolatban éljünk. Aztán a következő harmadik előadáson átbeszéltük azokat a nehézségeket, buktatókat, amivel mostanában küzdenek a párok, és azokat a módszereket és tippeket, amikkel jobbá tehetik a kapcsolataikat. És most megérkeztünk ahhoz az állomáshoz, amikor arról fogunk majd beszélni, hogy milyen egy újrakezdés, mi van egy válás, egy szakítás, egy hosszabb együttélés után, főleg amikor már gyerekeink vannak, amikor már rossz tapasztalataink vannak, félelmeink vannak, hogy hogyan lehet ezeket letenni, és hogyan lehet bátran, magabiztosan új párkapcsolatba kezdeni. A közönség egyébként mi a tapasztalat ilyenkor, már kérdezni? Nem kérdezősek voltak, ez a mai lesz egy ilyen rendhagyó, hiszen ez egy olyan téma, hogy azt gondolom, hogy ha valaki újrakezdi az életét egy párkapcsolatba, az annyiféle lehet, hogy éppen nem mondom el azokat a dolgokat, ami érinti a hallgatókat, és azt bíztattam mindenkit, hogy akkor bátran kérdezze meg az előadás végén, és igyekszem rá válaszolni. Azért a mai is egy elég komoly téma. Mik azok, amik ilyenkor előtérbe kerülnek? Nyilván olyan problémák, amik jellemzőek manapság ránk, vagy ebben a világban. De mi lesz az, amit majd így elmondasz nekik, a közönségnek? Mi az, ami konkrét problémát jelent a mai világban? Van-e ilyen, amit kiemelhetünk? Hát azt gondolom, hogy érintőlegesen fogunk végigvenni dolgokat, hogy milyen az önbizalmunk, amikor újra neki kezdünk egy ilyennek. Mit hoz az, amikor kapkodás van, hiszen mindenki úgy érzi, hogy sürgeti az idő, és hirtelen meggondolatlanul vágnak bele a kapcsolatokba.
milyen hozadékai vannak, mit hoztunk az előző kapcsolatból, milyen negatív tapasztalatokat, és azok hogyan hatnak ránk. De legfőképpen én azt tapasztalom egyébként a párkapcsolati terápiákon is, hogy az a legfőbb probléma az embereknek, hogy amikor családokat kell összeilleszteni. Úgyhogy erről is fogok ma beszélni, hogy amikor a két pár találkozik, és mind a kettőnek már van gyermeke, terveznek esetleg közös gyermeket, akkor milyen nehézségekkel néznek szembe, és hogyan lehet ezeket feloldani. A szakember kiemelte, egy új kapcsolatban az egyik legfontosabb problémát a családok összeillesztése jelenti manapság. Nagy hangsúlyt kap ekkor mindkét fél múltja, előélete, pláne ha mindegyiküknek van már gyermeke. Ezek könnyen befolyásolhatják a jövőbeni közös új terveket, de a megfelelő kommunikáció, a kompromisszumképesség mindenképpen pozitív hatással lehet az új út megkezdésében és az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében. Vaja a szakember, akitől később például a gyermeknevelés kapcsán is kérdezhetnek az érdeklődők. Jövő héten egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas előadás lesz, amiben én egy kérdező leszek párommal, Ősi Péterrel, aki szintén kineziológus. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor lesz a vendégünk, és ő fog beszélni az élet dolgairól, a szív dolgairól, ez az előadásnak a címe, hogy a szív csodálatos hatásairól, és erre várunk szeretettel mindenkit. Ez is ugyanígy a Szent István Művelődési Házban lesz. A későbbiekben készülünk még ugyanúgy Őrsi Péterrel egy olyan programra, ami a kamaszokat érinti meg, hiszen azt gondolom, hogy akár párkapcsolat, akár az életünk vitelébe a prevenciónak nagyon fontos hatása van, úgyhogy még iskola kezdés előtt szeretnénk a kamaszokat megszólítani egy ilyen önbizalomnövelő, önbizalomerősítő kis programra, amiben felkészülhetnek arra, hogy kezdődik az iskola, és nem csak tanulással, hanem azt gondolom, hogy lélekben megerősödve is jó úgy kezdeni az évet. A Széchenyi díjas szívsebész professzor a szív csodálatos hatásairól elnevezésű programjára június 21-én látogathat el a közönség. A Székesfehérvári Szívklub évzáró eseményén jártunk, mutatjuk a részleteket. Bográcsban rotyogó pörkölt, finomságok, toroskadozó asztalok, mintha egy családi kerti partira érkeztünk volna. Majdnem, hiszen nagy családnak is lehetne nevezni a Székesfehérvári Szív Egyesület tagjait. Most nem a megszokott tornára, hanem évzáróra gyűltek össze. Egy jó hangulatú, kötetlen délután töltöttek együtt a tagok, ahol megismertük a csapat legidősebb tagját, aki már elmúlt 83 éves. Laci bácsi elmesélte, hogyan talált rá a szívklubra, aminek igen aktív tagja azóta is. A történet 2004-ben kezdődött. Volt egy kozoróér műtétem, és a sebészem Szabolcs utcai kórházban javasolta, hogy keressem meg ezt a akkor még szívklubként működő társulatot, és jót fog tenni nekem ez a mozgás. És akkor szerencsére ebben az iskolában nyugdíjasként tanítottam, akkor könnyű volt, nem kellett messze mennem, beálltam, és hát itt ragadtam, azóta itt vagyok. Tavaly nyáron volt egy másik szívműtétem, éppen így, pontosan egy évvel ezelőtt, és azóta is járok ide, úgyhogy nagyon jót tesz ez a mozgás. Heti két alkalommal, egy-egy óra szakavatott vezető, torna vezetővel, úgyhogy hát így kerültem ide, és aztán jó a társaság, cserélődünk, sajnos hát a dolog természetéből adódóan vannak, akik eltávoztak már végleg közülünk, de sajnos jönnek újak is, mert a szívbetegség az eléggé gyakran előfordul. És hát próbáljuk kitolni a határidőnket, ameddig csak lehet. Ön miként élte meg egyébként, hogy hát szüksége volt erre a beavatkozásra? Hát igen, meglehetősen ijesztő volt az első találkozás azzal, a javaslattal, hogy akkor egy nyílt szívműtétet fognak csinálni, ugye a szegcsont szétvágásával, feleségem szóhasználatával bontott csirkét csináltak belőlem. De meglepően gyorsan regenerálódott a szervezet, és hát érezhetően javult az életminőség.
ugyanez volt a tavalyi aorta billentyű műtétem után is, amikor is kaptam egy műbillentyűt, és még tart, működik. Én meg még járok ide tornázni. Árulj el egyébként, mi a titka? Honnan ez a sok energia? Nem tudom megmondani, valószínűleg valamilyen genetikai adottság lehet. Meg hát az, hogy az ember nem hagyja el magát, nem, hát nyugdíjasként még tizenvalahány évig tanítottam, 75 évesen hagytam abba a tanítást, akkor már úgy éreztem, hogy túl messze vagyok a diákoktól, sok minden szempontból, nem csak korban, felfogásban, abban. Meg hát a memóriám sem működött már olyan jól, és aztán maradt a fizikai munka, meg a járkálás, meg a sport. Tehát nem csak otthon ülök, hanem megtalálom a módját, hogy mozogni tudja. A Székesfehérvári Szívegyesület tagjai minden héten rehabilitációs tornával tartják karban szervezetüket. Minden kedden és csütörtökön jönnek össze azok, akik átestek valamilyen szívbetegségen. Őket gyógytornász edzi, sőt az egyesület tagjait szakorvos is segíti. Az egyesület néhány éve alakult újjá, azóta több mint 100 tagja van. A szívegyesületünk 2 évvel ezelőtt alakult újjá, 10 fővel. Az előző egyesület egyéb okok miatt megszűnni készült, ezt jeleztettük újjá, és most jelen pillanatban 125 fővel működünk. Nagyon jó a kapcsolatunk a kórházzal, a önkormányzattal. Az önkormányzat támogatásával továbbra is a Deák Ferenc iskolában a tornatermet megkapjuk a Szívegyesület részére. A rehabilitációs tornákat itt egy szakképzett gyógytornásszal működtetjük, ővele indultunk, és nagyon sokan ő miatta is jönnek. A Nóri Ibrahim főorvos segítségével, Vagyon Gáborral elkezdtük ezt a szívegyesületi orvos felügyeletet. Idén váltottunk, ő neki más feladatokat talált a főorvos úr. Jelen pillanatban dr. Boznyánszky Petra a Móri rehabilitációs részlegosztályvezető főorvosa, és ugyanígy a tagokat leszűri, folyamatosan figyeli, bármi problémájuk van a egyesületen belül. Hát most lezárult egy év, tehát egy fél év, készülünk a nyárra, és készülünk augusztusra. Minden évben a szívegyesületeknek van egy országos találkozója, ami most jelen pillanatban Egerben lesz. És ide rekord létszámú nevezéssel, ugye Székesfehérvári Szívegyesület megjelenik. Többféle sportágban, és egy ilyen vándorkupát, vándorselleget szeretnénk visszaszerezni. Ezért küzdünk, és hát hogy miért jöttünk ma össze, minden évben szoktunk tartani egy ilyen évzárót, úgymond időskorúak, mit nem tudja mindig az ember, hogy kivel találkozik. Ezért jó az országos találkozó, amikor egy miskolcival, egy barcsival, egy pestivel, egy... Szóval most már 16 egyesülete van az országos szívegyesületnek, és meglátták ezt, hogy igenis akár sztentelésen átesett, vagy szívműtött embereket vissza kell minél gyorsabban hozni az életbe, és ez helyes segít hozzá a szívegyesület, melyhez most mióta megalakultunk, tehát 2 év alatt rohamosan kezdett el nőni a tagság. Akár most már mondhatom azt, hogy önszerveződéssel, tehát egymásnak elmondják a betegek, gyere el, mert ez jó nekem, nem otthon tévét néz. Én nekem már az öröm, ugye, hogy
ezeknek az embereknek tud segíteni az embert. A fiúké a kép, piros a kezünkbe, de már van. Az egyesület azon tagjai, akik indulnak a következő bajnokságon, megkapták az egységes mezeket, remélhetőleg sok aranyat hoznak haza. Kedves nézőink, a heti fittel megyünk tovább. A heti fit mai adásában is a sérülésekkel foglalkozunk, pontosabban azoknak az elkerülésével, hogyan használjuk helyesen a gépeket, hogyan melegítsünk be helyesen, milyen technikákra érdemes odafigyelni. Árpi, mi az elsődleges dolog, amit általában elkövetnek, és hogyan érdemes mondjuk helyesen a futópadot használni? Mi ennek a technikája biztos van? Igen, a futópadoknak is van helyes technikai használata. Ez egyénfüggő teljes mértékben. Az embernek saját magának tisztában kell lenni, hogy hogy tud futni, hogy egyáltalán jól, szabályosan fut-e, mert az nagyon kellemetlen dolog, amikor az embernek kell egy edzőterembe futni, és futás alatt szed össze egy sérülést. Lehet nagyon hallani azt, hogy egy futópad pattog, oda csapja a lábát, az egy elég helytelen futási módszer, tehát túlságosan sarkosan fut valaki, vagy túlságosan lábujjhegyen fut valaki, de túlterhelik az izületrendszert. A futás ez egy elég nehéz sportág. Nem véletlenül válasszák profi sportolók a futást, mert borzasztóan összetett, nagyon terheli a bokát, a térdet, a csípőt, a derekat, a nyakunkat, a vállunkat, folyamatos ütésnek vagyunk kitéve benne. Nagyon helyesen meg kell tanulni. Erre is érdemes, általában azt szoktam mondani, ha valaki futást válaszza magának, vagy éppen szeretne a futással többet foglalkozni, vagy azt érzi, hogy ő egy kicsit szeretne teljesíteni hosszabb távot, akár egy Spartan részt, vagy egy félmaratont, azért érdemes egy jó futóedzőnek a tapasztalatait, illetve a tanácsait elfogadni, és az alapján felkészülni, mert Hübele Balázs módjára belekapni ebben nem szabad. Sok problémát tudunk magunknak összeszedni vele. Egyébként maga a helyes használata a futópadnak, érdemes először is tájékozódni, hogy milyen típusú a futópadunk, milyen sebességi tartományban dolgozik, hogy fokokban hogy állítható a magassága, milyen a sebességtartomány kilométer per óra, vagy tizedekben állítható-e, ez sem mindegy. Milyen sebességet használjunk a futásunkban. Nagyon fontos, hogy legyünk magunkkal tisztában, hogy van-e térérzékzavarunk. Mert akinek van, az egy helyben állva elindítani egy futópadot, és utána az megindul alattunk, de mi ugyanúgy helyben, egy helyben vagyunk, csak a lábunkat azt mondja, teljesen más érzést vált ki, mint a szabadba kimennénk futni. Más az ellenállási közeg, sokkal gyorsabb, figyelni kell rá. Akár a kerékpár, és itt pont itt mellettünk van ez az ülőkerékpár, nem tudom, hogy oda lehet-e vinni. Én ezt például nagyon szeretem rehabilitációba használni. Hát egy azért, mert a térd és a csípő nagyon könnyedén tud benne mozogni. Még egy háttámlás kerékpárnál, amin ugye van egy háttámlánk, és azért a lábsíkunk azért majdhogy nem viszintesen van, nem annyira célszerű használni az elején. Itt nagyon jó benyúlik a boka, a térd, a csípő. Én ezt nagyon szeretem, abszolválom borzasztóan. Azoknak nem valakik nagyon derék problémásoknak, azokon azt mondom, hogy irány a támlás derék. Kerékpár, azok azon. Futópadot csak is kizárólag sérülésmentes állapotú embereknek tudom ajánlani. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!